Pálfai bácsi él ma már csak a messze környéken, a régi felszerelést 19 éves korában örökölte. Azóta fésűs mesterként dolgozik, most 84 éves. A fésűs padot 1944-ben csinálta, amikor ide költözött. A vakaró bakon letisztítja a szaru darabot. Maga készítette a bakot körülbelül 5-6 éve. 10 évig is eltart, akkor újat csinál. Jól le kell préselni. 10 perc alatt olyan kemény lesz megint, mint amilyen volt. A krupnyin fűrészeli ki a fogakat. Majd ezen csiszolja, hegyezi ki. Ezt a ritka fogas konyfésűt szerette a legjobban csinálni. A Dél-Duna mentén lakó németek hajviseletének régebben nélkülözhetetlen darabja volt. Más árui az elmúlt évtizedekben a félegyházi piacra is elkerültek, hiszen 45 óta nagyban dolgozik. Mások viszik tőle a sok fésűt. A csiszolást már korongon végzi. Azelőtt üvegdarabbal csiszolták, smirglizték vizes ruhán a fésűt, és hamuval sikálták fényesre. Ma ezt a műveletet már gépen végzik. A szimpla sűrű, amit serkefésűnek mondanak, a kis és a nagy zseppfésű, és a konyfésűk különböző típusai. A tolnai és baranyai vásárokon kívül a bajai és halasi piacokon voltak keresettek. Mi a Kiskun félegyházi vásáron találkoztunk velük.